Egy átlagos ember átlagos szemetes 11,5% papír tartalmaz, aminek nagyon kevés százalékát hasznosítjuk újra. Európában 120 kg az egy főre eső évi papíralapú szemét. Kádár Kincse az ökodizájn témájában kutatva kezdett el használt papírból lámpákat készíteni. Ezeket fogjuk bemutatni önöknek. Tartsanak velünk! Az Explore lámpák újrahasznosított papírból kézzel készülnek és környezetkímélő kevés fogyasztású ledes világítással működnek. Egyedi, minőségi, igényes kivitelezésű darabokról van szó, melyek konkrét elkészítési folyamatát egy hosszas, átgondolt tervezési fázis előzi meg. Az, amiért én valójában elkezdtem ezt készíteni, az én első kicsi gondolatom az volt, hogy kiköltöztünk ide ebbe a gyönyörű szép parasztházba, és egyszerűen nem találtam ide találó lámpát. És akkor ez is elindult. Viszont említettem a kutatást, ahol a kérdőívet 541 személy kitöltötte, ez óriási nagy szám, ha csak egy ilyen kis kézműves iparágra gondolunk. És az a rengeteg ember, aki kitöltötte, ő segített abban, hogy a piacnak jelenleg mire van szüksége, mert hogy én erre szerettem volna valahol válaszolni. Ez a belső felmérés arra is rámutatott, hogy egyre több személy nyitott, sőt előnybe részesíti a környezetkímélő eljárással készült, újrahasznosított anyagokból létrehozott termékeket. Bár az ökodizájn filozófiájában a hulladék, mint másodlagos nyersanyag van jelen, Kincső alapanyagként tekint a papírhulladékra, amelyből a lámpáik készülnek. A környezettudatos szemléletet az egész gyártási folyamatra kiterjesztem, ezt jelenti az ökodizájn. Nem csupán erre, hogy hogyan gyártom, vagy hogyan készítem, hanem hogy ennek milyen utóélete lesz, illetve a csomagolás során is figyelek erre. Nagyon sokszor, amikor kiszállítunk egy csomagot, akkor visszahozzuk mi a dobozt. Tehát ha a megrendelőnek éppen az nem fontos, az a csomagolóanyag, és neki amúgy sincsen rá szüksége, akkor ne hagyjunk ott még egy adag hulladékot, hanem én azt visszahozom, és még egyszer fel tudom használni. Most én annak tudatában vagyok, hogy a bolygónkat ezzel én nem fogom egyedül megmenteni, mert nem tudok olyan mennyiségű kartont feldolgozni, kartonpapírt. Viszont azt szentül hiszem, hogy a változás, vagy erre való ráhangolódás, az egyénekben kezdődik. Nem valahonnan fentről kell várni, hanem lentről az emberekben kell egyenként megírnie. Az alapanyag, a kartonpapír tehát adott, Kincsőnek már kialakult ez a belső köre, amely ellátja őt használt papírral. A lámpa elkészítéséhez emellett már csak minimális áramra és vízre darabonként nagyjából 4 literre van szüksége. A munkafolyamat kevésbé gépiesített, így időigényesebb, mint az iparilag készült termékek esetében. A férjem is elég gyakran besegít, illetve a családom, főleg édesapám, aki olyan gépeket újít fel, ez is egy érdekesség. Olyan gépeket újít fel, ami esetleg 20 éve már ki van dobva valahol, és ért hozzá. Ilyen például egy régi centrifuga, ruhacentrifuga, amivel a péplámpáknak, a papírmasé lámpáknak az egyik fázisát el tudom készíteni. Tehát nem egy új gépet vásárolok, hanem a gyártási folyamatba akár ez is belekerülhet. Az Explore termékek egy részében a népi díszítő művészet különböző motivumai dominálnak. Kincső kiemelt figyelmet fordít arra, hogy eredeti, autentikus népi alkotások elemeit gondolja újra, és így építse be a munkájába. Nagyon-nagyon szeretem a népi kultúrát, valahol végzettségem szerint néprajzos is vagyok, nyilván onnan jött az ötlet, viszont hiányolok a kézműves piacról, olyan termékeket, amelyek valóban autentikus mintákból ihletődnek. Rengeteg van, viszont elég, én inkább hozzájuk szeretnék felzárkozni, hogy ezt én meg is kutatom, utána nézek a mintának, én rajzolom át, nem átveszem valaki másnak a mintáját, hanem találok egy szép ládát, vagy lefotózok egy szép kaput, és akkor arról átdolgozom a mintát. Amelyikről például lelógnak ilyen kis figurák, ezeket a figurákat én rajzolom, kézzel kifűrészelem, tehát hosszadalmas. Átlagosan 2 hét körülbelül,
így a vásárlóimat is a türelem jellemzi. Ezt megköszönöm nekik ezúton is. Kincső gondolataival búcsúzom, gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Köszönöm figyelmüket, találkozunk jövő héten, addig is minden jót, viszontlátásra!